Good morning. J'étais passé, beat, here. And immediately, arabesque for him. What is it? Look arabesque. Understand? Beat and look. And not time. Just one, two. A Tristan és Izoldának a szerelme az egy elég különleges történet, és egy elég különleges érzés, mert a Tristan és Izolda zenéjében is, a Wagner zenéjében, és magában a történetben a szerelem és a halál együtt jelentkezik. Ez egy végzetes szerelem, egy érett szerelem, egy szellemi, lelki, érzelmi és testi szerelem. Egy beteljesült szerelem. De a beteljesülésben benne van a halál. Én úgy gondolom, hogy minden igazi nagy szerelemben, és minden igazi nagy egymásra találásban, és akár a testi aktusban, ami egy nő és egy férfi között lezajlik, a kielégülés pillanatában, jelen van a megsemmisülés, jelen van a halál. Tulajdonképpen ezt az érzést és ezt a gondolatot próbáltam én megfogalmazni és áttenni a tánc nyelvére, a Wagner zenének a segítségével és inspirációjával. Most, amikor megkeresett az Emil, és mondtam, hogy ezt szeretném látni a fiatalokat, Nórát, Józsefet, és mind a ketten nagyon szimpatikusak voltak a számomra, és láttam, hogy jó táncosok. Az a stílus, ami ebben a szerelmi kettősben jelentkezik, az a tánc stílus, az nem volt igazán ismerős a számukra. De miután nagyon szerették volna jól táncolni, nagyon hamar átvették azt, amit tulajdonképpen ezzel a padidővel el kell mondani, amit a testükkel másképp kell kifejezni, mint ahogy megszokták. Mondjuk egy orosz klasszikus balettnél, vagy olyan daraboknál, amit eddig táncoltak. Ha az ember valamit nagyon szeret és nagyon akar, akkor nagyon gyorsan mennek a dolgok. És hogyha elég jó táncos és elég intelligens, és náluk tényleg ez együtt megvan.
ha nézem őket, akkor nem az jut eszembe, hogy én hogy táncoltam, vagy Melinda hogy táncolta, hanem az jut eszembe, hogy ők hogy táncolják. És elégedett vagyok velük, és nagyon megszerettem őket. És tulajdonképpen ezt a TV felvételt is azért vállaltam, mert ők jól táncolják. És szimpatikus emberek, és megérdemlik azt, hogy az ember, amit tud, abban segítsen neki. Én úgy érzem, hogy egy jó munka az egyik legnagyobb segítség az ember életében. És nagyon-nagyon fontos. Wagnerova hudba je velmi náročná pre hudobného poslucháča. A nemenej obťažná je jej interpretácia ako pre operného speváka, tak i pre tanečníka. Tanečník má situáciu sťaženú tým, že k dispozícii ako vyjadrovací prostriedok mu neslúži slovo, ale sa môže vyjadrovať len prostredníctvom pohybu svojho tela, jeho plastiky a prostredníctvom výrazu tváre. Ten psychický stav si navodiť rýchlo a skúšať v takejto atmosfére, to je veľmi ťažké pre človeka, ktorý je zvyknutý na niečo úplne iné, na ten klasický výrazový tanec. A Tristan a Isolda je v pocite a v pohybe niekde za týmto horizontom. Számomra az anyag, a lepel, az egy elég gyakran visszatérő szimbólummá vált a darabjaimba. Az első darabban, a napszeretteiben is használtam már egy ilyen nagy naptakarót, és attól kezdve, a csodálatos mandarintól kezdve, a Tristánig, és mai napig nagyon-nagyon sokat használom az anyagokat, a lepleket. Valamilyen módon a lepellel ki tudom fejezni, vagy úgy érzem, hogy ki tudom fejezni a vizet, az eget. Ez egy olyan test, a lepel, ami tulajdonképpen a könnyedséget, a testetlenséget tudja kifejezni, és ugyanakkor eltüntet embereket, megjelentet, varázsolni lehet vele. Egy nagyon fontos dolog van, hogy sose szabad, hogy öncélú legyen egy eszköz a színpadon. Természetesen ez a lepel is egy eszköz, egy lehetőség. Nem szabad az, hogy a lepelről szóljon a darab, mindig az emberről kell, hogy szóljon. Legalábbis számomra. De az embernek az emberségét a különböző eszközökkel, mint például az anyag, mint például a lepel, ki lehet emelni, bizonyos dolgokat fel lehet ebben nagyítani. Én úgy érzem, hogy minden, ami megjelenik a színpadon, minden, amit egy koreográfus vagy egy rendező használ, annak szolgálnia kell az emberi kifejezést, és nem rátelepedni, és nem elnyomni. Tehát az eszközöknek, a színpadi eszközöknek mindig egyfajta alázattal kell lenni, akár a táncosok, akár az énekesek, akár a színészek iránt, és ezt úgy kell használni, én úgy érzem legalábbis. Itt a Tristánnál ez a vörös lepel, ez egy palást, ami a két embernek a nemességét kifejezi, ugyanakkor a színe miatt, a vér színe miatt egy kicsit a végső szenvedélynek a szimbóluma is. Az életnek és a halálnak egyszerre a szimbóluma, ami körbeöleli ezt a két embert, ami a végén magába zárja.
úgy érzem, hogy a darab elején és a darab végén nagyon fontos a szerepe. Valamilyen módon a két embernek az egységét is adja. A kapcsolatát is kifejezi, szimbolizálja. És ugyanakkor, amikor az elején ugye szétszakad ez a lepel, egy olyan hatást ad, mint amikor egy burokból megszületik az élet, egy kicsit az embert körülvelő világot, veszélyeket, érzéseket is szimbolizálja. Amik mindig körülöttünk vannak, hol védenek, hol ellenünk vannak. Számomra ezt jelenti. Itt a tisztánál. Thank you.